Varga Tamás városunk országgyűlési képviselője a Rákóczi Ferenc Általános Iskolában szavazott. Fontos ez a választás, sőt sorsdöntő a mi életünkben, hiszen, ahogy mondta, háború vagy béke, ez az európai parlamenti választás tétje, hogy el tudunk-e érni Európában, az Európai Unióban, az Európai Parlamentben egy olyan változást, ami megváltoztatja a háborúhoz és a békéhez való viszonyát Európának, hiszen most nem egyedül, de szinte egyedül állunk békepártikánként az Európai Unióban. Azt gondoljuk, hogy nagyon fontos választás ez az Európai Parlamentben, hiszen növelnünk kell azoknak az arányát, azoknak a frakcióknak az arányát, akik a békepártján állnak, hiszen tűzszünetre és minél előbbi békére van szükség Ukrajnában. A másik pedig a városunk, ami a szívünk közepe, Székesfehérvár, és az a fejlődés, az a minden kihívás és nehézség ellenére, Covid és a háború és az infláció ellenére is töretlen fejlődés, amit tapasztaltunk mi fehérváriak 2010 óta. Azt hiszem, egyrészt egy olyan teljesítmény, ami tiszteletre méltó, másrészt pedig azt gondolom, hogy folytatnunk kell, és folytatnunk kell nekünk fehérváriaknak közösen, Cserpokovics Andrással és csapatával együtt az ő vezetésükkel, és én bízom benne, hogy a székesfehérváriak tudják és érzik, hogy mi a tét mind a két választáson, és jól döntenek. Arra biztatom tehát a fehérváriakat, hogy szavazzanak a békére, és szavazzanak Székesfehérvár biztonságára és fejlődésére, Cserpokovics Andrásra és csapatára.